Az étel nagyon fontos a Minecraftban, úgyhogy építsünk is egy gyors és hatékony boci farmot. Ezek az eszközök fognak hozzá kelleni. Ássunk ki egy 2x1 blokkos területet, és az egyik blokk helyére rakjunk egy ládát, a másik helyére pedig egy hoppert, úgyhogy belecsatlakozzon a ládába. A hopper tetejére teszünk egy ideiglenes blokkot, amit körbepakolunk szlebekkel mind a négy oldalról. Ezeknek a tetejére mehet 4 darab üvegblokk, majd egy ideiglenes blokk az egyik üvegre. Ideje leraknunk a lépcsőket, és hozni 2 bocit legalább. Ez egy kicsi ideig eltarthat, de ha sikerül őket belögdösni, akkor már meg is vagyunk. Az ideiglenes blokkhoz csatlakoztassunk hozzá egy kerítést, majd üssük szét a földet. A hopper tetejére öntsünk egy adag vizet, és így a bocik elkezdenek ugrálni, ami segít az etetésben, úgyhogy etessük is meg őket. Ha eleget etettük és 24-en vannak, utána minden etetésnél meg fog halni egy régi boci, amikor egy új születik. A hopper összegyűjti, a ládából pedig ki is vehetjük a húst és a bőrt. Ezt rengetegféle dizájnban meg tudjuk valósítani, úgyhogy nem kell ragaszkodni a tutoriában bemutatotthoz. Remélem tetszett ez a kis oktató videó. Ha még nem tetted meg, ne felejts el feliratkozni. Legközelebb találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!